Ez a 163. Vasas-Ferencváros összecsapás. Gyakorlatilag 100 évvel ezelőtt volt az első ilyen találkozó 1916-ban. Lázok csúsztatása nem jó, és Lama Les határól jött vissza ezért a labdáért. Ott van a lendületből érkező ember, a beadott labda, és Nagy Gergely hatalmasat védett. A rövid saroknál Hajnal Tamás lövését fogta. Lama. Mellé ment a labda. Egy mélységi passz, Hajnal kiteszi oldalra, Böde gól helyzetben, és a lövés pillanatában csúsztak be neki. Grúz Tamás volt az egyébként, Vidát kint a jobb oldalon. Vida egy az egyben vieti rá Leandróra a labdát, befűzte, adott egy kötényt Vida, most teszi középre Kenesei, és ő már nem tudja tovább köccinteni, pedig még Remili is ott jött a hosszú oldalon. 29 méter, köszönöm a kollégáknak, 28-at satszoltam. Kenesei mellé, nem is volt ez rossz. Mert az, hogy előre rúgják Keneseinek, az vagy lesz valami, vagy nem, de ez biztos, az mondjuk nem egy 100%-os megoldás támadás építésre. Közben itt a gólhelyzet, és Lama, és megint csak valaki belevetődik. Hát ez nagyobb helyzet volt, mint Hajnalé. Ott a helyzet, Hajnal húzza vissza, és nagy kivetődik. Megálltak egy pillanatra a ferencvárosi játékosok, azt hitték, hogy Les lesz, de erős partjelző nem emelte az ászlót. Lama. Lendületből rávezetheti Debrecenére, kitolja oldalra, nagy gólhelyzetben, jön a beadás, ott a gól, vezet a Ferencváros, Böde a gólszerző, eddig bírta a Vasas. Gyakorlatilag ott folytatódott a mérkőzés, ahol az első félidőben abba maradt, és a második helyzetét már berúgja a második félidőben a Ferencváros. Gera szépen veszi át a labdát, Hajnal kitolja oldalra, középen Böde, 2-0! Nagyon szép támadás, és megint a jobb oldalon verik meg a Vasast, és megint csak Böde a befejező ember. Már ahogy szállt be a labda, lehetett látni, hogy ez veszélyes. Nagy, remekül teszi ki Hajnalnak itt a következő gólhelyzet, Hajnal még nem emelte meg eléggé. Nagyi a kipattanó, át a hosszúra, jön a visszafejelés, Böde, nincs meg a harmadik, egyelőre Hajnal mellé. Hát teljesen beszorult a Vasas. Lama érezte, hogy az a legjobb, ha visszafejeli, de Grúz jól helyezkedett. Lázok. Eddig jó. Egy lövés messziről mellé. Lázok. Az jónak tűnik. Böde engedi maga elé. Böde! Az a helyzet, hogy maga elé engedt, aztán mellel megtolta, az nem volt jó. Közben itt a következő helyzet, elment keresztbe a kapu előtt a labda. Nalepa fut vissza. Itt a beívelés. Böde fejéről ment ki. Szomália, ott a kényszerítőzés. 11-es szeretett volna a Ferencváros, Radó elesett, Kassai közel volt, nem adott büntetőt. A Ferencváros megérdemelten győzött 2-0-ra Böde két góljával.